Köszöntöm a Vörös Marti Rádió minden kedves hallgatóját, ismét itt vagyunk a könyvajálóval, ami azt jelenti, hogy megint kapunk ötletet, hogy melyik könyvet válasszuk legközelebbi olvasmánynak. Aki ebben segítségünkre lesz, Gomkötő a Vörös Marti Mihály könyvtár munkatársa, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy újra itt vagy, és hoztál nekünk olvasnivalót. Én is köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy egészen furcsa, műfailag nehezen besorolható írásművet ajánlok a hallgatók figyelmébe. már a művészet történész, Mit látsz Laca című könyvét, ami egyfajta időutazás, szubjektív visszaemlékezés a művészet történész több mint hat évtizedes munkásságára. Mindez a képzőművészet iránt fogékony fehérváriak számára is felidézi a nem is olyan távoli múltat, amikor Székesfehérvár a kortás képzőművészet egyik leghíresebb bemutató helyévé vált. A kötet alcímetett nem véletlenül az, hogy kollektív emlékezet. Hát mi a Vörösmarty Mihály könyvtárban fontosnak tartjuk, hogy megszerezzük azokat a könyveket, amelyek a helytörténet szempontjából is igen lényegesek, és hát örömmel mondhatom, hogy már kölcsönözhetővé vált a Mit látsz Laca című kötet, mert hát nemrég mutatták be, nemrég jelent meg. És hát azért ilyen gyorsak, ritkán vagyunk. É, ott voltam nemrég én is a Fehérvári könyvbemutatón, ami valóságos örömünnep volt egyébként. Az új magyar képtárban, ahogy a mondani szokták, még a csilláron is lógtak. És ez nem csoda, mert Kovalovszki Márta művészettörténész, és Kovács Péter szintén művészettörténész, egy legendás és ismert fehérvári házaspár. Néhány éve ugyan Budapestre költöztek, de nem szakadtak el a Fehérvártól és az itteni barátoktól. Mindenki látni akarta őket, és megismerni az új könyvet nyilvánvalóan. Tehát bevezetőként azért érdemes azt leszögezni, hogy Székesfehérvár különleges város, mert azzá teszi a történelmi múltja, amire méltán büszke egy fehérvári polgár. Hát tudjuk, hogy miért nevezik a királyok városának. Ugyanakkor Fehérvár nem csak a régészeti szempontok miatt rendkívül gazdag, nem csak a régmúlt hagyatéka érdekes, hanem a 20. századi története is. Van Fehérváron egy különleges kortárs művészeti gyűjtemény, amelyhez foghatóval, hát azt mondhatjuk, hogy kevés város dicsekedhet. Ez a gyűjtemény a művészettörténész házaspár Kovaloszki Márta és Kovács Péter tevékenysége nyomán jött létre. Ők ketten egyébként 1998-ban megosztott szétsényi díjat is kaptak az életművükért, a munkájukért. Hát ők a 60-as évek elején kerültek a múzeumba, és egy olyan kiállítás sorozat fűződik a nevükhöz, amely igyekezett bemutatni és láttatni a 20. századi művészet egész történetét és a kortás művészeti törekvéseket. A múzeum vezetése Fitz régész professzor és F. Éva is támogatta a Fehérvára kerülő ambiciózus fiatal művészet történészek törekvéseit, és hát Jönő, igen következetes, nagy tekintélyű szakember volt, aki ha kellett tartotta a hátát és uh, nem nagyon engedett beleszólni uh, a múzeum dolgaiba, pedig hát, volt rá igény. <laughs> Mindezt én csupán bevezetésül és zárójelben jegyzem meg, hiszen Kovalovszki Márta már korábban megírta a Fehérvázi Múzeum történetét is, Harap utca címmel. Ezúttal viszont nem egy történeti áttekintést olvashatunk, hanem szubjektív vallomást, amolyan önéletrajzi eszét, még ha a műfajt nehéz is meghatározni. Tehát érdekes már maga a borító is egyébként. Kovalovszki Márta a híres velencei képzőnőzeti biennálé nemzeti kormány is volt egykor, és a Magyar Pavilonban 1995-ben ő rendezte meg Jovanovics György kiállítását, és itt készült róla Jovanovics fotója, ami a Magyar Nemzeti Takarítón címet viseli, mert nagyon jó pofa ez, és nagyon kedves ez a kép, Márta éppen felmos a kiállításban. Tehát ez a fotó tulajdonképpen jelzi, hogy a kiállítás rendező, még ha nemzeti kormánybiztos is az olaszországi Velencében, Azért ég a vágytól, hogy a tárlatot úgy lássa, hogy elképzelte, hogy minden zavaró momentum nélkül. És hát az történt, hogy elkészült a kiállítás, de a takarítók késtek, és Márta nekiállt felmosni, hogy semmi se vonja el a figyelmét, és, és úgy tekintsen a kiállításra, mint a látogató. És hát ezt örökítette meg a, az alkotó, úgyhogy a kormány biztos takarít. Már a korábbi könyveiben felfigyelhettünk a megformálás irodalmi igényességére, és hát engem mindig lenyűgözött Kovalovszki Márta írói tehetsége, és ez a lényegre törő pontos szóhasználat, ami jellemzi meg a csillogó humor. Tehát ebben a könyvben is nagyszerűen megírt sodról lendületű fejezetekkel kápráztat el bennünket, szinte olvastatja magát a szöveg. Tehát a korábbi művészeti írásaiban e, e, finom humorral Kowalowski hol tyúkanyónak, hol ősz művészettörténésznek nevezi magát, aki rácsodálkozik egy, -egy meghökkentő kompozícióra, újdonságként ható anyaghasználatra, vagy éppen arra a sajátos stílusra, amelyel. A vizualitás nyelvén beszél egy-egy képzőművész arról, ami körülvesz bennünket, reflektál a világra. Tehát a közérzetét meséli el vizuális nyelven, a közérzetét, ami, amit nem is nagyon lehet szavakba önteni. Most ebben az új kötetben is Kovalovszki Márta egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról, tehát őszasszonyként, vagy ha korábbi időszakról esik szó, akkor őszülő művészet történészként szerepel, vagy csak egyszerűen a mi barátnőnként emlegeti önmagát. Most ez az első pillanatban valami modorosságnak hat, de én arra jöttem rá, hogy éppen ez a kis távolságtartás, ez a kedvesen önironikus hang nem segíti a szerzőt abban, hogy a tudós elemző, és ugye ezzel együtt jár valamiféle leereszkedés, tehát a tudós elemző helyett barátságos és ilyen posztalan, közvetlen szellemi kalauzunká váljon ebben a különleges időutazásban. Hát mi pedig, akiket hát, kevéssé, vagy csak nagyon kismértékben értünk a képzőművészethez, hogy boldogan követjük, mert rendkívül plastikusan fogalmaz. Most a Fehérvári Esten is uh, Izinger, Katalin és Győr Attila művészettörténészek kérdései nyomán, de egy mert a sok mindent uh, elárult a, a könyv szövege kapcsán, Arról is beszélt többek között, hogy a könyvet megjelentető Korvina kiadó szerkesztője azt mondta, hogy ezzel a kézirattal nem volt sok feladata, mert minden szó a helyén volt. Hát szinte semmit se kellett javítani, változtatni. Most hát Kovalszki Márta az írás készségét alig, hanem az édesapjától örökölte aki irodalomtörténész, nyelvész volt, és ő maga is nagy műgonddal írt, ha kellett, akár többször átdolgozta a kéziratait, és hát mivel Márta édesanyja is német-magyar szakos tanár volt, tehát náluk a, a, az irodalom volt mindennek a kiinduló pontja, és hát bár jártak kiállításokra, az otthonuk ö, fala, falain is képek fügtek, de amikor Mártát felvették a művészettörténés szakra, a szülei bevallották, hogy erről a szakmáról, hát nem, sokat tudtak. De ugyanakkor az irodalmi, a zenei érdeklődés és műveltség eleve családilag adott volt, és természetes volt számára. És hát az is természetes, hogy Kowalski Márta valahányszor a szívének kedves képeket, vagy egy képzőművész sajátos alkotói szemléletét említi, rögtön irodalmi és zenei példákkal világítja meg a mondandóját, tehát irodalmi párhuzamokat sorol. Idéz Pilinszkitől, Orbán Ottótól, Vörös Martitól, Krasznahorkaitól egyaránt, és ezt teszi olyan plastikusá a mondandót. Végső soron Kovalszki Márta ebben a könyvben azt írja meg, hogy miből fakad az emberek, a társadalmi változások és az arra reflektáló kortárs művészet iránti oldhatatlan érdeklődése. A francia szerző uh, löszsáz regény hősét emlegeti a Sánta ördögöt, aki Megül a háztetőkön, és bekukucskál rajtuk, és a kéményen keresztül, és kíváncsian gyűjti a történeteket az emberekről. És Kowalowski márta ehhez a sánta ördökhöz hasonlítja önmagát, mert ugyanilyen kíváncsiság sarkalta egész életében. Ezzel a kíváncsisággal próbálta feltérképezni az értékeket, és megérteni a képzőművészetben érzékelhető változásokat. Mindezt hihetetlen nyitottsággal is párosult. Hogy mit látsz Laca, ugye ez a könyv címe, Hát tudjuk, hogy ez idézett egy nagyon híres bizottság számból. Elhangzott az esten, hogy úrinő nem folytatja tovább ezt a mondatot. Hát én persze nem vagyok úrinő, de úgy gondolom, hogy ezt a számot mindenki ismeri, hogy mit lát laca. Most a, a bizottság pofátlanul humoros, ugyanakkor hát elgondolkodtató számai és a tagok képzőművészeti munkái. Felugosi László, Vahorn András, F. Zámbó, mindannyian kiállítottak itt Fehérváron. Tehát ezek a munkák is felidézik azt a korszakot, ami a 80-as évek közepén feltűnt. Akkor alakult ki az a képzőművész generáció, és akkor lépett elő, amely egyszerre humorral és fájdalommal vallott arról a sírni és nevetni való szorongatottságról, amiben akkor éltünk. És ez a kettős látás revelatív volt Kovalaszti Márta számára is. És azóta is úgy gondolja, hogy ez a kettős látás számára is alapvető, amikor a világról gondolkodik, mert fontos meglátni a dolgok színét és visszáját egyaránt. Tehát szórakoztatóan ír arról is, hogy mit gondoltak, mit gondolnak a kívülállók a muzeológis munkájukról. Aztán nem unalmasít nektek, kérdezték tőlük, hogy mert az, aki vele gondolt, hogy itt szobrok vannak, már festmények, festmények, hát, e, az unalmas műtárgyak között tengetik az életüket, hát bizonyára ö, ásítanak naphosszat. Na most hát elég nehéz volt a kívülállónak elképzelni, hogy tele volt ez a munka izgalommal, hiszen a kezük között fordultak meg azok a művek, amelyek hát a kortás művészet változásait ö, sejtették. De olvashatunk a könyvben arról is, hogy mit jelentett számukra a normális múzeum, hiszen nekik abban a szerencsében volt részük, hogy olyan támogató közegben éltek és dolgoztak, ahol a Munkatársak odafigyeltek egy, a másikra, egymásra és a múzeum más szakterületein folyó munkára, a régészeti ásatásokra, a néprajztárdi kultúrájára egyaránt, és közös ügy volt a muzeológusi munka, boldogan tanultak egymástól. E, nagyon szép és érzékeny e, vallomást olvashatunk a városról is, amelybe idegenként érkeztek, de amit máig otthonuként emlegetnek, e, hiszen rengeteg ismerőse és barátra tettek szert, és eltéphetetlen az a kötelék, ami a belvárosi utcákhoz és az itt élő emberekhez fűzi őket. Hát részeivel váltak ennek a városnak maguk is. Otthora találtak a Jókai utcában, ahol Eh, ahol otthonra talált maga a Sár Erzsébe gyűjtemény is, hiszen ott laktak, és, és eh, ez is nagyon fontos, mert tudjuk, hogy Sár Erzsébet éppen itt Fehérváron építette fel az utca című különleges kompozícióját, amely aztán mindannyiunk sajnálatára végül Pécsen kötött ki. Kowalowski Márta az este nem mondta, hogy, hogy fontos volt neki a 2016-os esztendő, mert akkor hagyták el a Jókai utcai otthonukat, és hát bár a tárgyak, a szívüknek kedves művészeti alkotások velük maradtak a, a, a pesti lakásukban is, de hát az ismerős közeg, a Fehérvári utcák azért az hiányoznak. De a lakásuk szomszédságában lévő városi képtár is ekkor zárt le egy korszakot. Kowalski Márta a Városi Képtárdák Gyűjtemény létrehozásában, kialakításában aktívan közreműködött, az első igazgatója volt. A múzeum akkor veszítette el az önállóságát, mert egy struktúraváltás következtében a nagy múzeumi hálózat része volt, részévé vált, és ekkor ünnepélyesen elbúcsúztak ettől a, ettől a korszaktól. A sár Erzsébet Kóré című szobra áll a, az udvaron, és az utolsó tárlaton elásták a megnyitó szövegét. És hát emellett 2016-ban e, temették el Eszterházi Pétert, a számukra nagyon kedves barátot, aki több kiállítást is nyitott meg itt Székesfehérváron. De az az érdekes, hogy ebben a könyvben nyoma sincs e, valamiféle nosztalgiának a multiránti vágyakozásnak. Pataki Gábor művészet történész, a, a könyv értékelőjében nagyon találóan állapította meg, hogy az egész kötetet Belengi, a rezignált derű, ezzel a derűvel figyeli az ősz művészet történész a változásokat, azokat a változásokat, amiket az új eszközök, technikai vívmányok jelentenek, a számítógép és okos telefon korában megváltozik a térhez és az időhöz való viszonyunk. A képek is iszonyatos mértékben termelődnek a telefonos fotózás, képrögzítés korszakában. Tehát az ősz művészet történész derűvel figyeli ezeket a változásokat, és nem veszíti el a kíváncsiságát, tudja, hogy ezek a változások törvényszerűek. Az ő szívének ugyanaz az időszak kedves, amikor a múzeum a szemlélődésre, a befelé forduló magányos elmélkedésre csábított, ahol az ember csendben körüljárta a művet, elindultak a gondolatai. A múzeumok pedig átalakultak, mert rengeteg információval szolgálnak, és szinte rázúdítják a tudnivalókat a látogatóra. Kovaloszki Márta ezzel kapcsolatban azt meséli a könyvben, hogy Szántó Piroska, a neves festőművész, fiatalon eh, arról beszélt, hogy ő elhatározta, hogy öreg korára a piac réme lesz, és jól leszolja majd az árucikkeket. Ez magának krumpli? Ilyeneket fog kérdezni. És hát eh, Kowalski Márta azt mondta, hogy hát ő is kérdezhetné a mai képeket és a mai múzeumokat nézve, hogy ez magának kép, ez magának múzeum. De hát persze ez Kowalowski Márta esetében csak vicc, tréfa, hiszen Kováloszki Márta igen nyitottan figyeli ez, ezeket a változásokat, és nekem az az érzésem, hogy ez tartja őt igazán fiatalon. Kik lesznek a könyv mindenképpen a olvasói? Én azt gondolom, hogy azok, akik ismerik és ezeket a, ezt a korszakot, és együtt fedeztük fel bizonyos képzőművészeket Kovalszki Mertájék jó voltából a múzeum kiállításain, azok biztosan kíváncsiak lesznek erre a kötetre, de ugyanakkor ajánlom a fiataloknak is, hogy, mert, hogy megismerjék azokat a korszakokat, a amelyek manapság már a 20. századi képzőművészet részeivé váltak. Ginának köszönjük szépen a könyvajánlót.